Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Gézával aki mérnök, Norbi valaki geográfus és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a parallax is, az MV Media tudományos és fantasztikus podcastje. A legutóbbi adásunk után maradunk az Ufús filmek vonalán, és Jordan Peele harmadik nagyjátékfilmét fogjuk tudományos szempontok alapján megvizsgálni. A film során kiderül, mi is történik egy kaliforniai rendsem, ahol egyik napról a másikra egy rejtélyes dolog jelenik meg. Egyre furcsább események, rejtélyes áramkimaradások, furcsa légkörű képződmények és kiszámíthatatlan vadállatok lepik el a vásznat. Köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 83. része, a mikrofonnál Barkóci Norbert. Jordan Pill 2022-es nem című horror filmjéről fogunk beszélni műsorvezető társaimmal. Itt van velünk Pécsi Géza. Szia, Géza! Sziasztok! És persze, a jól megszokott módon, itt van velünk Vince Miklós is. Szia, Miki! Sziasztok! Mielőtt belekezdenénk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, premier előtti tartalmakért pedig kélek fizessetek elő a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül. Nemrégiben elhunyt kedves barátunk és kollégánk Ivanics Riger Claudia emléke előtt áldozva, a Bakonyi Csillagászati Egyesület kezdeményezése alapján Csehországi Csillagásznő dr. Lenka Kotková támogatásával sikerült elnevezni Klaudiáról egy kis bolygót, egészen pontosan a 35459-es számú Klau Riger 1998 DG20 kis bolygót, ami a Mars és a Jupiter bolygó között elterülő aszteroida övezetben kering. Egyébként ez egy 5,2 km átmérőjű sziklás égitest, ami közel négy év alatt kerüli meg a napot, majdnem háromszor messzebb kering a naptól, mint a Föld. Szerintem ez egy, ez egy tök jó és, és igazán méltó, inspiráló gesztus volt. Nem tudom, srácok, ti... Gondolkoztatok már esetleg ilyenen, hogy minek örülnétek, ha esetleg elneveznének rólatok később valamit? Mármint a halálunk után? Általában akkor szoktak, de, de előtte, és nem feltétlenül, igen. De nem feltétlenül most, mert hogy a, a Pál Andris, aki a szokolébresztőben műsorvezető társam vagy gyakori vendégem, róla is el van nevezve egy kis bolygó. Á. Tehát életben is el szabad nevezni kis bolygót valakiről. És hát sajnálhatjuk, hogy Klau esetében ez úgy történt, hogy poszthumusz, de a kérdés szerintem úgy is érvényes, hogy életedbe, ha elneveznek rólad valamit, akkor mi lenne az? Hát szerintem ez, ez Miklós téged jobban fenyeget, mint engem. Hát senki nem tudhatja. Senki nem tudhatja, nem? Tehát ki, az, hogy a Klauról el van nevezve egy, 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 kis bolygó, az fantasztikus és méltó dolog, meg az is, hogy, hogy a, mit tudom én, a, a Galileo webcastot készítő Tepiről, és el van nevezve, vagy mit tudom én, Illés Erzsi Tehát nagyon sok tök jó ismeretterjesztés és tudományban aktív emberről el van nevezve. Ilyen értelemben persze Pécsi Gézáról is el lett nevezve egy kis bolygó, de viszont, hogy a, mi ebben a sztoriban szerintem viszonyatos hatalmas jó fejség, azért azt, hogy ezek, ezt a csecsillagászok fedezték föl, és hogy ők nevezték el, nyilván a Bakonyi Csillagászati Egyesület, meg a Planetology barátaink, meg egyéb ilyen a diplomaták hathatós közbenjárása eredményeként, de hát ez egy, ez egy óriási dolog, ez tök jó. Norbit -Nor szerinted rólad mit kéne elnevezni? Tehát, hogy nagy, nagy pályás sokként játszunk, én, én belőnék valami, valami szupermasszív fekete lyukat, amit esetleg még, még, még szabad. Tehát, hogy hm. nem kisbolygók, meg aszteroidák, ne, hát akkor egy fekete lyuk val valahol. Senki nem mondhatja, hogy a Norbi nem elég vonzó, érted? Érted? Valami hatalmas, ami minden magába szippant, és, és félelmetes, az, az, az tetszene. De a fekete nem szokták emberekről elnevezni, még előbb ezt ott tradíciót meg kell honosítani. Hát akkor ez lesz az első. Azért megkönnyeztem a kis bolygót, Azért. Ez tényleg, ez a, most el, hülyeskedünk nyilván, mert ez a Parallaxis Podcast, és mindenen hülyeskedünk, de azért ez, ez tényleg egy gyönyörű gesztus volt. Tehát konkrétan, konkrétan sírtam, amikor megláttam a hírt. Hát igen. Nagyon, nagyon szép dolog egyébként. Hogyha bejön ugye az, amit egyszer még a chatbe küldtem be nektek, és még Klaudia is azt hiszem, egy volt az utolsó kommentjei, amire így reagált: hogyha majd megtalálják a Földön belüli belső Földet, ugye, ahol állítólag óceánok vannak, és ugye több civilizáció tudja ide a lejáratot, blablabla, bla, bla. akkor én nagyon örülnék, hogyha ott neveznének el rólam egy földrészt, mondjuk. <laughs> hát igen, csak tudod, egyre csökkennek az esélyek, hogy ilyesmit talál valaki. De hát ki tudja. A geográfus kolléga hallgatásában minden benne volt. A Be belső -be földre vonatkozó felvetés. Well. Na jó, oké. Okay. Nem baj, nem baj. Hmm. Folytatjuk a tudományos ismeretterjesztés jegyében. Igen. Na, jó. Szóval nem című film. Uh, nekem személyesen uh, tavalyi év egyik-egyik kedvenc -egyik filmje volt az évvégi top 10-es kis szerény listámra is felkerült ez a film, bár ez is való, hogy annyira, annyira, nem lett jó, mint talán Jordan P. legelső filmje, a Tűnj el című film, az jobban tetszett, de minden esetre ez is, ez is egy jó, jól sikerült A mi volt az angol neve? Az a Get Out címen futott 2017-ben. Ez már a harmadik nagy játékfilmje. Szerencsére ezt moziba is meg tudtam nézni, és azóta már itthon a tévéképernyő előtt is. És hát A múltkori ufo után, egy kicsit végjáték felé mentünk el, ahhoz képest most ez a film egészen más stílusú. Az első benyomásokra lenni kíváncsi, hogy hogy tetszett a film? Figyelj első megközelítésre én nagyon-nagyon <laughs> őszinte leszek, nekem nem tetszett ez a film. Nem tudom hova tenni. Nagyon sok benne az ellentmondás, és nagyon sok szerintem a nem odaillő dolog a filmben. Szerintem nagyon csapong, megpróbálja belevinni ezt a afroamerikai vonalat, ami oké, okay, hogy van, történeti háttere, tehát oké, okay, hogy ugye akikről szól azok ennek a zsokének a leszármazottjai, meg minden, csak szerintem nem jó hozzák. Megadom a lehetőségét annak, hogy van Kaliforniában afroamerikai farmer, ez tökre oké, okay, de szerintem az az ember, aki mondjuk lovakkal foglalkozott kiskora óta, és az apja is azzal foglalkozott, az nem így viselkedne, mint mondjuk ez a főszereplős rács. Jó az elgondolás, alapvetően szerintem ez az egész ufó ábrázolás és elgondolás is elgondolkodtató, viszont szerintem a film önmagában nekem nem tetszett. <laughs> ez, így, ez, így, a nagy összefoglaló véleménye. Hát igen, őszintén szólva én, én a film művészetileg nem nagyon tudom kiértékelni, ugye két szálon fut a cselekmény, amik ne, nálam nem találkoztak, és ezért engem ez zavar. Ugye van ez a régi flashback a 90-es évekbeli filmsorozatban, igen, ja, most, most ugye spoiler hegyek jönnek. Ugye van, -e, van -e az egyik igazából nem túlságosan lényeges mellékszereplője a történetnek, ez az ázsiai fickó, aki üzemeltet egy ilyen e, vadnyugati kalandparkot, aztán őt is lenyeli az égi böffencs egy idő után. Ja, aki egy felvőben lakik. Hát ez kurva jó. Na mindegy. Szóval ez van, hogy, hogy a lényeg, hogy van, -e, van az a szál, hogy ez a fickó ugye gyerekkorában gyerek színészként egy szitkomban szerepelt, ami olyan volt, mint a Charlie néven ismert, szerintem amúgy nsk sorozat. És akkor ebben a filmben is van egy ilyen sorozat, ami Amerikában létezett a 90-es években. Gondolom ez kitaláció, szerintem nem, nyilván nem létezett ilyen sorozat, amúgy, a valóságban. Na, és akkor, hogy ugye ott volt egy csimpánz, aki egyszer csak megőrült, és ott, ott helyben, ugye ezeket élőben szokták felvenni az ilyen szitkomokat, ott helyben izé lemészárolta a félkásztot. És akkor van ez a másik szál, ez a, ez a fölött egy felhőben lakó hatalmas égi böffenc, aki hát igazából leginkább egy ilyen, nem tudom mire hasonlít, egy rájára, ami, az ami, ami, a levegőbe leveg. Egy nagyon érdekes a felvetés amúgy. Jó, de a film végén átváltozik ilyen hőlékbalonná, ugye? a film vége az egy óriási kérdőjel, erről még sokat kell beszélnünk. De a lényeg az, hogy a két szál az nekem nem találkozik. Tehát, hogy van, ez aztán, és akkor a végén, nem is értem, gondoltam, hogy végén majd kiderül, hogy a majom is azért hűlt meg, mert az égi böffencs behergelte. De semmi köze nincs egymáshoz, nem? Vagy, vagy lehet, hogy végig kellett nézni, volna nézni a feliratokat, és akkor visszajön, és akkor derül ki a poén? De hogyha megnézed akkor, amikor ott mészárolgott a csita, akkor ott van egy cipő, ami áll. És na, mindegy, nem értem, nem értem, ma ma magyarázatok el. Na, ezt lesz szóval... szóval... De én már nagyon félek, hogy mit fog mondani Norbi, mert... Oh, na jó. Van, van magyarázat, van. Ott, a, ott, ott van az egészben a csatlakozás. Most, oké, okay, ne, ne, nem a Csitával, de a, a, az ázsiai srác, aki a Walking dead a srác, akit nagyon vernek baseball ütővel, amikor ugye elmegy hozzá, tehát tönkre van menve konkrétan a család, és ugye az az egyetlen egy lehetőségük, hogy ebbe a kalandparkba visznek lovakat, és akkor ott így bemutatja őket ez a srác, aki egyébként egy tévésztár, és akkor így tudnak még egy kis pénzt csinálni. Tehát ez az egy. Tehát a kettő vonalnak ez az egy találkozás és akkor utána van egy olyan is, amikor ugye a rendszerre oda jön ez a srác, hogy lesz egy sója, uh -huh. majd valamikor ugye ahol felszippantja ez a rája az embereket. De azt én sem nagyon értem, hogy hogy ez a cheetah story, hogy, hogy jön meg, hogy miért kezdett el. Én is valamiért gondoltam, hogy valahogy ez így megszállt őt, ez az UFO lélek, vagy nem tudom. Az ázsiai srác a jup karaktere, ő ugye gyerekkorában ugye volt ez a forgatás, amit nem tettetek, és ugye a majom lemészárat majdnem mindenkit, kivéve ugye őt. És uh, rosszul, rosszul uh, rossz konzekvenciákat vont le a helyzetből, mivel azt hitte, hogy ő valamiért van egy ilyen képessége, vagy egy ilyen, vagy ilyen igen, képessége, hogy ő képes ezeket a vadállatokat megszelídíteni, hiszen a majom se támadta meg őt, egyedül őt nem a, ö, a kaszból. És amikor felnőtt, akkor is ezt gondolta, amikor már úgy ott volt a farmjuk, hogy ezt az állatot az égben ő, ő meg tudja szelídíteni, ő, ő egyedül képesre. És hát ö, ugye rosszul sült a dolog, mert kiderült, hogy nem, mert az állat nem, nem az emberek törvényei alapján fog játszani, ahogy a majom se. De ezzel a, az a rossz következtetés alapján ez, ez okozza a későbbi tragédiát, hogy ő azt hiszi, hogy a vadállatokat úgymond képes így, így megszeríteni, irányítani. És a majommal még szerencséje volt, de már ezzel a nagy valamivel már nem. Na de ne szaladjunk ennyire előre. A film elején talán az egyik a nyitó jelenet, amikor ugye a farmon élő srác és ugye az apja is ott vannak és ugye az égbe elkezdenek potyogni ö, apró tárgyak, érmék is, és hát a főszereplő apját eltalálja egy ilyen, és leesik a ló hátáról, ugye kiderül, hogy egy ilyen pénzérme ö, ütött át a koponyáját, és hát bele is hal a sérülésében, mire elérnek a kórházba. Miki, ezt, ezt, ezt mindenféleképpen felé czegezem, ezt a kérdést, ez egy ilyen klasszikus, fizikai kísérlet, vagy hát kicsit morbid ilyen értelemben, de, de mekkora, mekkora esélye van ennek, hogy egy, egy érme ö, agyon valakit, vagy mekkora tömegű tájra van szükség, hogy, hogy egy ilyen, ilyen sérülést okozzon. Hát képzeljétek el, ugye természetesen ugye ezt is kiszámoltuk, bár itt persze ezt rá lehetne irányítani, persze Gézára is, mert hát járművek mérnökléssel foglalkozik, ott ugye a törésteszteknél is mindig látjuk ezeket a dolgokat. Ugye, sosem a sebesség a lényeg igazából ezekben, vagy persze sebesség a lényeg, csak ugye attól lesz erőhatás, és igazából az lesz a lényeg, hogy hogy, ugye a sebesség az milyen gyorsan csökken le. Tehát, hogy ugye nyilván, a, amikor szembe jön egy, mondjuk a harmadik emeletről ledobsz egy pénzermét, akkor ki lehet számolni, hogy ez mekkora impulzussal esik, mire leér. Ugye nyilván ezt elég könnyű kiszámolni, mert g-gyorsulással gyorsul, tehát minden másodperc alatt 10 méter per másodperccel gyorsul, vagy nő a sebessége. Tehát ez a, a, az azt jelenti, hogy 10 méter per nézete gyorsul. Például emlékszem, hogy egyszer csak ilyen izé vissza flashbackem van, hogy még a Klauval csináltunk műsort, amikor azt kellett kitárgyalni, hogy vajon, amikor egy egy, egy brahiosaurus pottyantott volna egy nagy adag kakit, és mondjuk alatta állt volna egy kisebb dinó, akkor azt, az meghalt-e volna ebbe le, és akkor kiszámoltuk, hogy igen, de persze ott is mindenféle közelítéseket kellett tennünk az ürülék keménységére, meg ilyenekre vonatkozóan, és ugyan ezt a számítás persze itt is meg lehet csinálni. Tehát lényegében az van, hogy persze marha gyorsan bőven olyan gyorsan tud esni egy ilyen pénzérme, hogy, mint ahogy egy száguldó autó jön szemben neked, amikor frontális karambol van, és ráadásul, mivel egy nagyon pici felület, ezért igazából például ugye élével beléd el, hát én azt hiszem, hogy valójában egy ilyen pénzérmével, hogyha jól számolom, a becsléseim alapján, hogyha egy tízemeletes ház tetejéről ledobod, azzal már át lehet vinni egy koponyát. Tehát nem kell annyira nagyon durva sebesség. Hozzá tartozik, hogyha valamit az égből dobálsz le, akkor az a, az a egyszerű közelítés, ami alapján kiszámoljuk a szabad esést, az, az, ugye érvényét vesz, a nagy sebességek esetében meg ott van a közegellenállás, ugye? Tehát, hogyha mondjuk akár a stratoszférából dobod le azt a pénzérmét, mit tudom én, egy stratoszféra ballomból mondjuk, vagy a, egy repülőből kidobod a pénzérmét, Igazából van annak egy végső sebessége, aminél nagyobb mérték, aminél gyorsabban már nem tud menni, akármilyen magasról is esik. De az sajnos, az, tehát valójában azt kell mondjam, hogy, hogy hát, hogyha egy hegytetőről ledobsz egy pénzérmét, vagy hogyha 20 km magasról a stratoszférából dobod le a pénzérmét, annyira nagy különbség nem lesz már a leérkezési sebességbe, pont emiatt, mert egyszerűen van egy olyan végső sebesség, aminél ilyen értelme nem tud gyorsabban menni. Egy biztos, az, hogy, hogy mekkora erővel csapódik neked, az igazából csak úgy értelmezhető, hogy mennyire lassul le a pénz, amikor beléd fú, fúródik, és ez milyen gyorsan történik meg. Minél gyorsabb a lelassulása, annál durvábban kárt okoz. És hát innentől már a te testedről szól a történet, hogy az emberi test az mennyire rugalmas. Mert hogyha, tudom én, habban lenne körülvéve a fejünk, vagy szivacsal, vagy valami, ami egy rugalmas anyag, akkor persze ugyanazzal a pénzérmével nem tudnánk beszakítani, mert az lelassítja a pénzérmét, ami eleve gyorsan megy, tehát ugye kisebb lesz a fejedet érő erőhatás tulajdonképpen, ha van köztetek egy ilyen réteg. De mivel maga az emberi fej az eléggé kemény, ezért tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy század másodperc alatt lecsökken a sebessége arról a több tíz kilométer per óráról nullára. Ami tényleg olyan, mint egy frontális karamból, amiben azért vannak csúnya dolgok, tehát igazából ez itt a probléma. Igen, ekkora erőhatás az bőven elég ahhoz, hogy beszakítson egy koponyát, kedves gyerekek. Annyit tennék ehhez hozzá, tehát tökéletesen egyetértek Miklóssal, csak hogyha a mérnöki gondolkodásba átültetjük ezt, tehát hogy ez úgy működik, ugye, ahogy Miklós is mondta, hogy ez, ez lelassul. Na de ugye ilyenkor a helyzeti energiája a, ennek a pénzémérnek átalakul munkává és hővé. Tehát azt kell nézni, hogy ilyenkor, hogyha neki megy a koponyádnak ez a pénzérm, akkor egyrészt felmelegszik, pont azért, mert lassú gyorsan, másrészt pedig munkát végez a testedben. Ezért nagyon fontos azt azt megnézni, hogy milyen, milyen irány esik, tehát hogy élével esik, vagy lapjá, lapjával esik. Hogyha lapjával esik, akkor sokkal nagyobb felületen oszlik el az, a, az az energia, amit ez hordoz magában, és ugye van a koponyának egy szilárdsága, jelen esetben a hajlító szilárdsága lényeg, <kül> mert ugye ezt a koponyát, azt egy kifele gömbölyű csontot azt lehet kell, hogy szakítson. És hogyha ez egy, ez egy kis felületen megoszló terhelés, akkor sokkal nagyobb, pontszerű terhelést tud rátenni, tehát nagyobb az esélye, hogy élével átszakítja, mint hogy lapjával átszakítaná, mert ugye a koponyának és a fejbőrnek van egy ilyen tulajdonság is az embernek, hogy konkrétan tompít és eloszlat. Na de azt is érdemes meggondolni, hogy koponyának különböző részein más vastagságú csont van, és például ezért mondják, hogy a halántékot nagyon kell védeni, meg a tarkót, meg ugye ezért tarkólövés, meg halántéklövés csinálnak az embereknél, hogyha úgy van, mert ott biztos, hogy átmegy a golyó. Persze előről is átmegy, csak hogyha mondjuk meglő meg valaki egy embert a koponyája tetején, akkor hogyha nagyon messze van, akkor megvan az esélye annak, hogy lepattan a koponyáról. Tehát Gellert kap a golyó rajta. Még ennyit, ennyit tennék hozzá. Tehát van esélye, csak annak pont úgy kell érkeznie és oda. Akkor ilyentől kezdve nagyon-nagyon óvatosan, és ne, ne, dobáljatok pénzérméket magas épületek ablakából, mert veszélyes lehet. Pont ezt akartam mondani, vagy a felhőben, hogyha olyan űrlények is hallgatják a műsort, akik egy felhőben laknak, és néha visszaböfögnek ezt-azt, akkor felelősséggel tegyék. De nem tudom, hallottátok, hogy volt ez, nem, nem rég volt hír, hát nem annyira, hát egy, egy éve körülbelül, hogy egy vadász kiment egy vadászházból, csak lőtt egyet, és a két településsel arrébb levő családapa vágta a füvet, és fejen találta az a lövedék, ami konkrétan egy ilyen ívben esett, és ez pont úgy érkezett oda, hogy őt megsebesítette halálosan. Tehát. Ez durva. Ez nagyon kemény hír volt, és azóta ugye ül az ember, mert ez kiderült, hogy Alapvetően rossz hely, rossz irányban sült el a fegyverét, csak alapvetően egy ilyen lövedék is, ami konkrétan már nem, mert sokat, sokat veszített az erejéből, de mégis egy éles fém darab. Amúgy visszatérve arra, hogy élével vagy lapjával esik le a pénzérme, én azt hiszem, hogy ha ez annyira magasról esik, akkor egy idő után, ugye nyilván hat rá egy forgatónyomaték, és ha elég gyors a sebessége, vagy elég nagy a sebessége, akkor szinte, szinte garantáltan úgy fog esni, hogy élével. Igen, csak ugye különböző ö, légrétegekben lehetnek viszintes irányú Hogyne. légmozgások, és igen. azok azért pörgethetik. Meg Tehát, valahogy meg... Ez, ez, ez is oldalról jött egyébként, érdekes. Tehát, hogyha megnézzük a filmet, hogy. Hát hogy a halántéken ez... találtál konkrétan az apját? Hát jó, mondjuk nézhetett volna pont fölfelé is, de igen, igen. Hát a szemén találja akkor is. Igen, Mint, hogyha a szemén ment volna keresztül, nem? Na jó. Nem, mert amikor viszi, viszi az autóval, akkor így oda dől oldalra, és akkor így folyik az oldalá, a feje oldalából a vér. Ja igen, mert ezt nem mondtuk, hogy ez igazából egy horrorfilmként is be van kategorizálva ez a dolog, és pont az ilyenek miatt igazából. Teljes mértékben, és, és ha mondhatom, ez nem is a legfélemetesebb jelenet, még ez a, az a legelső. Na de hogyha, Fíj, Norm, most eszembe jutott valami, bocsánat, hogy, hogy beleszólok, ugye, hogyha már horrorfilm, meg meg ez a csita majom. Tehát ott biztos mindenki meghalt, nem, nem mindenki halt meg, mert az a egyik csaj, akivel együtt volt, az, 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 abból ilyen freak lett, aki ott ül abba a tolókocsiba, és ilyen egyszer mutatja a kamera, amikor fölfújja, ez, ez a szipóka fölszívja őt, és akkor hát elég csúnya arca van. Akkor már tényleg meghal akkor már ő is. Igen. Igen, igen, igen. nem ne, mindenki halt, mindenki meg csak megtámadtam majd őket egyedül, a, igen. a kis nem támadtam meg, meg nem, a nézők közül néhányat nem. Hogyha már a vadállatokról ö, is ö, sz, ö, beszéltünk, akkor a film egyik ö, tanulsága ö, szerintem, hogy ugye bármennyire is szeretnénk ö, ezeket, a, ezeket a vadállatokat cugiruhákból ruhákba öltöztetni, és, és és a saját céljének felhasználni, hogy szitkomokba szerepeljenek, és hogy szórakoztatóipar is eladhassuk nekik minél nagyobb közönségek számára. Attól függetlenül azért nem szóval elfelejteni, hogy, hogy ugyanúgy vadállatok maradnak, és sokszor ugye kiszámítatlan viselkedésük, és emiatt veszélyesek lehetnek. Ugye a sorozat forgatása során is ugye egy kipukkadó Luffy e, idézte meg a viselkedését e, a majomnak, hogyha jól emlékszek. Úgyhogy ez volt a Jupnak a, a karakterének is a hibája, hogy, hogy aki nem tiszteli az állatokat, e, vagy ugye hibásan rossz következtetésekre jut, akkor az könnyen ilyen, ilyen tragédiába fordulhat. És ugye ilyen, ilyen uh, csimpánz támadás és baleset, ez ugye ez megtörtént eset uh, Amerikában egyik ilyen forgatás során. Úgyhogy uh, nem tudom, ti, ti hogy álltok amúgy ezekhez, hogy a vadállatokat ilyen, ilyen célból a szórakoztatóipari célokra használni, mennyire etikus, mennyire veszélyes, mit gondoltok? Iszonyatosan veszélyes és nem etikus szerintem. Tehát én azon a véleményem vagyok, hogy egy, egy állatot, azt a lakhelyén, tehát a, ahol őshonos ott, aki akar, az menjen nézze meg. Nem tudom, én nem nagyon szeretem az állatkerteket, ez az igazság. Tehát vannak a haszonállatok, oké, okay, azt nézd meg, de én sajnálom az állatokat az állatkertben. Tehát tudom, hogy, hogy ugye legtöbbjük már bezártságban született, meg hogy őt meg kiengednéd, akkor már nem élne tovább, bla 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 de akkor is hát ugye a, vad, önmagában a vad az a szabadságot jelképezi, és nem tudom, én, én, mindig, mindig szomorúnak látom ezeket az állatokat. Én is azt gondolom, amit te ebből a kérdésből, ugye, csak ugye az állatkert az megint egy más kategória. Az állatkert, ha már így, így szoba került, egy ellenmondásos dolog nekem, például azért, mert való igaz, hogy, hogy ma már egyébként ilyen értelemben teljesen szükségtelen, sokkal reálisabb képet látsz egy természetfilmből arról, hogy egy állat mit csinál, például, meg ott vannak az olyan parkok, ahol igazából te vagy bezárva, és mehetsz autóval, meg minden, ami ezerszer jobb tud lenni, nyilván drágább is. Ugye nyilván a 19. században, amikor divatba jöttek az állatkertek, akkor ez egy fantasztikus dolog volt, és igazából ez hozzájárult viszont ahhoz, amiből sokkal később a természetvédelem lett. Tehát mint az állatkert, mint szociális jelenség, ahhoz azért, hogy az embereknek eszébe is van, hogy például nem kéne hagyni kihalni az orszarvúkat, akkor például ahhoz kellett, hogy az emberek tudják, hogy hogy néz ki egy orszarvú, vagy hogy egy egyetem miről van szó. Tehát ilyen értelemben, hogy az emberek világnézetét tágítsa a 19. században például például amikor budapesti állatkert megnyitott a kapuit a századfordulónak, akkor nyilván azért ez egy teljesen más dolog volt. Amúgy fan fact, egyébként nem tudom, tudtátok-e, de, de, de hát a, a század elején, Például egy ideig egy afrikai törzs is ott lakott az állatkertben, emberek, és meg lehetett őket nézni. Tehát, hogy ez konkrétan volt, tehát annyit fejlődött azóta a világ, hogy ma már viszont az már ez a weird as fuck kategória. Szürreális. Tehát Igen. konkrétan egy afrikai falu be volt oda rendezve, és ideig óráig ott laktak. De szóval, hogy, hogy, hogy másfelől meg az, hogy ki, mi, ki mitől borul ki? Tehát az Igazából ehhez is van egy teljesen ortogonális megjegyzésem arra, amit Géza mondott, hogy ahhoz, hogy egyáltalán nem kell állatnak lenni, nem tudjuk felmérni még azt sem, hogy emberek mitől borulnak ki. Tehát, hogy nekem van például egy autista öcsém, és általában soha nem lehet tudni, hogy például mi az, amitől ő baromira megijed. Például egyszer múl múltkor elmentünk, hogy a személyi igazolványt csináltassunk neki, és ott van az a kis piros izé, amire rá kell raknod az ujjadat, hogy új lenyomatot vegyen tőled, ugye, és ez már egy kötelező elem. Tehát már nem adnak ki személyét, ami nem ilyen biometrikus. Hogy persze kísértük, és akkor próbáltuk segíteni. Ez Istenek sem akart ezt a piros dolgot mondani, hogy nem meleg, nem fáj, semmi ízé, de egyszerűen nem, nem, nem. Tehát, tehát teljesen ki kiborította tulajdonképpen ez a dolog. Hogy és, és kino kényt. Tehát, hogy igazából az emberek még azt se tudják kiszámítani, hogy egy másik ember, nem hogy egy állatnak, vagy egy másik fajhoz tartozik, vagy egy másik emberről nem tudjuk kiszámítani. Hogy igazából ki, ki mire parázik rá. Tehát ilyen szempontból halmozottan veszélyes dolog, egy ilyen dolog, hogy, hogy, hogy állatok, áll, állatokat rávenni valamire, aztán új ingereknek kitenni, amiket még sose láttak. Mondom, egy csomószor még embertársainknál se tudjuk, hogy ez hogy sül el. Elefántoknál uh, ugyanez, ugyanez a uh, nagyon veszélyes. Tehát, hogy nem tudom, már pontosan a sztoriban volt egy ilyen történet, hogy éveke de hosszú éveket, talán évtizeddel később, és újra találkozott az elefánt egy korábbi bántalmazójával, és simán, simán megtámadta. Ja. De hát annyira az emlékezetük is, és, és az, hogy éveken keresztül teljesen szelíd állat, aki utána már jó körülmények között volt, de bármikor előjöhet belőlük, és, és, és ez, ez, nagyon veszélyes. Hogy, hogy, más a helyzet az olyan állatokkal, ami koevolúció, például az ember-kutya kapcsolat, ugye ezt a, a Csányi Vilmos azt szokta mondani, hogy, hogy több mint állat, kevesebb mint ember, ugye valami ilyesmit szokott mondani a híres etológus a kutyáról, és, és ugye mert ugye ez két együtt egymás társaságába kifejlődött faj. Koevolúció. Lényegében valamiféle szimbiózis van a kettő között, vagy valami nagyon hasonló. És ez ugye megint egy másik aspektus, csak ezt tegyük hozzá. Szerintem tök más, tehát ezért mond, jó, hogy a Géza hangsúlyozta, hogy vadállat. Mert a, a vadállat alatt azt értjük, hogy olyan, ami nem háziasított, Elképzelhető, hogy a háziasított állatok, de például a kutyában tényleg, szerintem nyilván a kutyára is a frászt lehet hozni, mondjuk egy szilveszteri petárdázással, vagy valami ilyesmivel. Belőle is úgymond kijön az állat, de, de azért azok lényegesen jobban kontrollálható szituációk. Vagy még, még a ló, ló is ilyen koevolúció. És a ló is ilyen. Na, pont ezért mondom, mert ugye ebbe a filmben meg lovak vannak, Igen. és pont ezen tűnődtem, hogy hát a ló, az ugye szintén az, az már majdnem ott van ilyen szempontból, mint a kutyus. Ezzel kapcsolatban még egy gondolat, ugye, hogy azok az állatok, amik mondjuk egy cirkuszi állat, akikkel meg mondjuk csináltatnak is valamit, de legtöbbször úgy, úgy történik ezeknek a benevelése, hogy vagy, vagy éheztetik őket, vagy pedig verik, mert ugye ezt mondják, hogy az éheztetéssel tudod leginkább magad. Tehát éheztetéssel a legundorítóbb vadállat is megszelídül. Tehát, hogyha mondjuk veszel egy utolsó farkas valami, mit tudom, egy nagyon vérmes farkast, és ez bezárod egy karámba, és nem adsz neki négy napig enni. Az ötödik nap oda fog jönni hozzád, és el fogja venni a kezedből. Amikor ilyen tigriseket, meg mit tudom, amiket szelídítenek, szelídítenek, tehát ez is, ez nem lesz szelíd, csak megszokja, hogy így kapott kaját. És ugye ilyenkor szokott az lenni, volt, volt, volt egy ilyen sztori is, hogy az emberkének volt egy tigrise, vagy gepárgya, vagy nem tudom mi, nagyon jó el voltak, nagyon szerették egymást, csak egyszer megnyalta úgy a gepárd az emberkét, hogy fölsértette a nyakát vagy valamit, és megérezte a vérszagot, és akkor addig tartott a gazdinak az élete. Vadállatok, Ö ösztön lények. Kemény világ. M még csak még egy gondolat, hogy ugye Verne Gyulának van egy regénye, a két év vakáció, és akkor abban is benne van, hogy ugye ezen a szigeten, ahol ezek a fiúk elvetődnek, ott találnak struccokat, és egy idő után a egyik srác és trucon tud lovagolni. De hogy ott is vannak vannak előtte ilyen eléggé kudarcba fulladt próbálkozásai a srácnak, még meg meg őt a Strucc, még meg minden. Na de végül megszelídítette a felhő lakó égiből fencset a az vagy nem? Mert ott volt olyan jelenet a végén, ami azt sugalta, hogy ő most éppen szelidíti meg ezt a bazi nagy lényt. Aztán nyilván ez kudarcba fulladt, és a végén felrobbantották egy heliumos lufival, nem tudom, rejtélyes módon. De mire gondolsz, hogy szelidíti, mert ott ő, ő csak konkrétan... Hát amikor visszané... visszanéz, a... De van egy ilyen, amikor kinyílik, amikor átalakul ez a lény, a zárt UFO alakú valamiből átalakul ilyen vizililium alakú szálló bigyóvá akkor, akkor én, én volt egy jelenet, amit én úgy értelmeztem, hogy nagyon nagyon szigorú szemmel ránézett a Zsoké főhős hát ennek a, nem tudjuk hol a szeme, de ennek a szétnyíló részére, és akkor azt gondoltam, hogy na most történik az, hogy most meg lesz ez a lény. De lehet, hogy ezt tévesen detektáltam ezt a filmet. Dupla lejátszási sebességnél. Tehát lehet, hogy nem is ez történt. Amikor, amikor így átváltozott ez, ez, a, ez, a, ez a lény, akkor nekem eszembe jutott régen a gyerekkoromból a Grillus Vilmosnak az a, amikor mesét meséltek, mindig báboztak egymásnak, és akkor a gyerekek ültek ott egy ilyen terembe, és akkor voltak ilyen leplek mindenhol és arra hasonlított nekem az égből pottyant mesék. mesék ja. Az tök jó, tehát ezt igazából így kellett volna ezt a filmet elnevezni, csak mivel az a cím már foglalt volt, ezért az lett a címe, hogy nem. Na, de az viszont elgondolkodtató, hogy ilyen életforma létezhet-e. Amúgy szerintem igen, és marha érdekes dolog. De erre már csak a szünet után térünk ki, úgyhogy maradjatok velünk, mert a reklám után visszatérünk. Hogy milyen a parallax is? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá? Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lép be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis Univerzumban, Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass Premier előtt podcastunk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com per Parallaxis. Ismét itt vagyunk. És folytassuk azzal, hogy olvastam, hogy a készítők nyilatkozták, hogy a lény megalkotása előtt konzultáltak többféle tudóssal, mérnökembereket, tengerbiológusokkal, hogy hogyan is nézhet neki egy ilyen lény, hogy ha, 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 létezne a való életben, és uh, már állatokat, ö, én ilyen, ilyen, tintahal, meg ilyen medúzát is bele, bele tudok látni, és, és, egyéb ilyen tengeri állatok jelentették az inspirációt, ö, amik ugye sok esetben a való életben is nagyon jól tudják ezek az állatok átszázni magukat, ahogy a, ahogy a lény is ezt tette a felhőben, és nekem olyan érzésem is volt, amikor, amikor megláttam így mozgás közben ezt a, ezt a valamit, hogy ez hasonlót már így hasonlót már láthattunk, ha már sem természetfilmekbe, tengerekbe, óceánokba úszkálni, csak úgy, jött a felhő között. És nem tudom, hogy, ugye ezt mindig mondják, hogy még mai napig fedezünk fel újabb és újabb ö, fajokat, mekkora arra az esély, hogy egy ekkora méretű élőlényt még ne fedeztünk volna fel itt a földön, hogyha abból indulunk, hogy mondjuk ez egy ez nem egy űrlény, nem a, nem a földön kívülről érkezett, hanem hogy ez egy, ez egy, ez egy földi állat. Igen, tehát meg mekkora ez hogy, hogy egy ilyen lény létezhet, és lehetséges, hogy, hogy egy így, így tudjon ez mozogni, így tudjon lebegni, mint a filmben láttuk? Hát én pont ezen gondolkoztam a film közben, és ezért mondom, ez egy marha jó felvetés, ez az egész ötlet a filmben. Ez, ez az ötlet nekem kifejezetten tetszik, üdítő, ugyanis Meddig tart a bioszféra? Tehát az a része a Földnek, ahol a élőlények laknak. Ugye ma már tudjuk, hogy nem csak a tengerek ajzatán, ahova soha nem jut le fény, hanem konkrétan azokban a kürtőben környékén, ahonnan mindenféle, tulajdonképpen hát ilyen tenger alatti kigőzölgések vannak, ott mindenféle élőlény él, de hogy konkrétan még kőevő baktériumok élnek a Föld felszín alatt kilométerekkel, például. És akkor persze az is egy kérdés, hogy Odafönt meddig tart az élet, és hát már olyan hírek is vannak, hogy képzeljétek el, hogy előfordulnak pórák a stratoszférában. Sokáig ugye lehetetlennek tartották azt, hogy egyáltalán olyan magasan élet legyen, hiszen ugye nyilván minél magasabbra megyünk a, ugye az ózonrétek fölött, meg pláne ugye az a helyzet, hogy marha nagy az UV sugárzás. Most ez a lény amúgy nem kell, hogy ilyen magasan éljen, csak mondom, hogy, hogy igazad van, hogy tulajdonképpen új életformákat lehet felfedezni, amik olyan baktérium spórákat például tudnak detektálni, amit hurrikánok segítségével akár tényleg több tíz kilométerre, egyes beszámolók szerint, aminek azért nem mindenki ad hitelt, de 70 kilométeres magasságban is, tehát az már szinte az űr, találtak baktérium spórákat. Ez marha érdekes, ugye a Föld esetében amúgy általában nyilván nem az a jellemző életforma, de például amikor elkezdtek azon találgatni a kutatók, például, egészen komoly emberek, például Carl Sagan, hogy például a Jupiter légkörében, vagy a Vénusz légkörében lehetnek élőlények, akkor nyilván azt úgy kell elképzelni, hogy főleg a Jupiter esetében, ami egy gázbolygó, tehát igazából nincs is neki felszíne, hogy az csak úgy lehet valahogy elképzelni, hogy ilyen ballonokként lebegő élőlények vannak a gáz légkörben. Tehát azok ott lebegnek. Most ez tök érdekes, mert simán lehetne, hát mi vannak repülő élőlények, de ilyen ballonszerű élőlényekkel, ugye végül is tele van a tenger, mert tulajdonképpen a hal az egyfajta ballon, tehát a víz, vízfolyagjával szabályozza az ő magasságát tulajdonképpen. De ugye a levegőben ez nem fejlődött ki pedig igazából, vagyis hát ilyen nagy méretekben biztos, nem? Tehát a baktériumspórák azok jó magasra föl, föl tudnak szállni az ilyen termikekkel, meg fölszálló áramlásokkal, és mert nagyon picik, ezért, ezért, igazából vitetik magukat, és marha lassan esnek le, tehát akár, mit tudom én, éveket eltölthetnek esetleg a légkörben, mit tudom én, most csak blöfföltem, de sok időt. De, de olyat, olyan élőlény a Földön szerintem nincs, ami konkrétan ezt a ballon hatást használja ki. Tehát ilyen természetesen, ilyen ceppelinszerű dolgok természetes úton nem fejlődtek ki, ami szerintem tök érdekes, mert miért nem? Tehát egyáltalán nem, nem láttunk szerintem erre példát, pedig fizikai akadálya nincs, csak valamiért úgy tűnik, hogy a földi evolúció ezt az utat valahogy nem próbálta ki. Vagyis én, én tudtommal nem. Szerintem erre tudok neked egy lehetséges, megfelelő választ mondani, Miklós. Tehát, hogyha megnézed, ugye, tekintsünk el, hogy mekkora nagy ez az élőlény, és ahhoz képest milyen könnyedén mozog ide-oda, és azért, hogyha megnézzünk egy ceppenint, vagy bármit, azért az nehézkesen mozgott, meg egy hőlékballon is azért hát nem annyira manőverezhető dolog. Tehát ja, egy bálna is nehézkesen mozog, talán mégis él, tehát, hogy, tehát, hogy igazából oké, hogy a filmben látható dolog az talán, izé, de hogy egyetlen, egy felfújható állat ami akár lehet marha nagy, miért nem él a Föld? Felfújható állat, jó, de az az önmagában, az meleg levegővel kell, hogy felfújódva legyen, hogy az lebegni tudjon. Hát, vagy valami más gázzal. Vagy más gáz, rendben van, de mondjuk nézzük a meleg levegőt, mert ugye, hogyha alapból azon abból indulunk ki, hogy ez az, ez az élőlény eszik, lassan ég, tehát hőt termel, akkor elméletileg lehet arra a lehetőség, hogy ez, ez meleg levegőt tud előállítani, és az, azt, használja a közlekedésre. De mivel az égben nem annyira sűrű az élet, tehát szerintem ez nem tudna tartani magát. Uh -huh. Vagy valami kémiai folyamatnak kéne, hogy legyen, hogy mondjuk héliumot tudjon előállítani magában. De az, az, az én, 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 nem tudom, hogy ezt hogyan és miből tudna. Hát ugye nyilván ez egy öngerjesztő folyamat, tehát az ilyen nagyméretű csúcsragadozók nyilván nem elsőre fejlődnek ki, hanem amikor már van mit tenni. Tehát az egy jó kezdet, hogy mondjuk baktérium spórák laknak a légkörbe, és akkor elvileg megjelenhetnének. De nem akarok ötleteket adni a nagy tervezőnek, most nem azért. <laughs> Nyilván megvan az oka. Egyébként valószínűleg tényleg az az oka, hogy egyszerűen túl nagy a hely. Tehát még az, hogy a földfelszínen kajálgatni relatíve egyszerű, mert az egy kétdimenziós probléma. Tehát sokkal mint hogy a közlekedési szempontból persze egyébként a, az utakon sokkal nagyobb a forgalom, ugye a, a science fiction filmekben mindig látjuk a repülő autókat, hát ugye sok nyilván adott mennyiségű autó sokkal kisebb valószínűséggel ütközne össze, hogyha három dimenzióban ki lehetne térni. Na most ugyanez, ami ott előny, az itt a kaja szerzés szempontjából hátrány, de hát azért a tengerben is ez a helyzet, és ott el vannak, úgyhogy én, én azt hiszem, hogy, hogy Eh, – Én szerintem vehetett volna ilyen irányt. Persze meg tudom érteni azt, amit mondasz abszolút, és főleg, hogy egy sűrűbb légkörű bolygóban. Tehát nem véletlen, hogy a Vénusz meg a Jupiter kapcsán jöttek elő ezzel az ötlettel, mert ugye a Vénusz az egy olyan bolygó, ahol a 60-70 kilométeres magasságon van akkora nyomás, mint itt a Föld felszínen, és viszont ott meg teljesen lakhatatlan a, a felszín. Mert a felszínen 470 fok van, meg 90 atmoszférás nyomás. Tehát ott nyilván ott, ott, ott minden általunk ismert életforma, az ki, kinyívfanna. Tehát ott igazából nem is lenne más lehetőségük tulajdonképpen, mint hogy ilyen. Vagy hogyha ott valaha volt a felszínen élet, és aztán ott valami csúnya dolog beütött, és ott ilyen pokoli helyé változott a Vénusz, de hogyha valahogy felkeveredett az élet a felső légkörbe, akkor ott, hát vagy ott fejlődött tovább, vagy, vagy ők is kihaltak, és hát végül is ez egy, mind a mai napig nem kizárt, hogy ott laknak valamik, és ha laknak, akkor azok valamilyen értelemben ballonszerűek. A Vénusz esetében amúgy lehetséges, hogy egyszerűbb, mert az UV-sugárzás, ami itt is van, UV sugárzás, mondok neked egy izét megoldást a problémádra, hogy az UV-sugárzás az szétválasztja a vízgőz, vízgőzt, és akkor, hogyha olyan élőlény feleztesz ki, ami ebből kiböfögi az oxigént és megtartja a hidrogént, akkor már is van egy hidrogén. Ballonod, csak az a baj, hogy ugye az meg elég könnyen felrobban. <laughs> De... De könnyű lenne kiírtani őket, az emberiség már biztos kiírtotta volna szerintem akkor. És ugye ez a lény, hát nem csak mozog, meg lebeg ott a felhők között, hanem hát ugye táplálkozik is, ezt azért láthattuk a filmben elég. És, ez, és, most álljunk meg, bocsánat. Na? Tehát a táplálkozásáról egy pár szó. <laughs> Na. <gül> mit, mit csinál ez a lény? Tehát bekapcsolja a, vacuum vacuumot, és elkezd szívni. Csupán józan paraszt észre gondolkozva. Nem tudom, hogyha kiszortok mondjuk egy, egy, egy parkettára egy, egy marék homokot, és bele kettő darab uborkát. Mert mondjuk így, képzeljük el az emberek, embervélyes homok üzét. <laughs> és fölémész egy porszívóval, fölkapcsolod a legnehezebb, vagy a le legerősebb funkcióra, akkor is, hogyha nagyon közel teszed a csövet, akkor föl fogja szívni a homokot de nem az uborkát. Fizikailag rohadtul is rendben az, hogy oda megy valahova, ki tud fejteni egy olyan szintű vákumot ez a valami, hogy fölszívja, de csak egy sugárban szívja a kaját és az embereket is, és a, és a sivatagba szív homokot, de nem sok homok, Tehát csinál egy tornádót. Tehát azért ez, ez igen, nem egy van. tornádót, igen. De ezt, Addig szívne a sorban. homokot, a... ami, kő maradna, és amikor kő maradna, akkor mennének fel az emberek. Tehát a beszívott homokvés ember arány az ilyen 99%-1%. Ez, ez, nagyon nem egy plusz a másik, hogyha áramlesteni szempontból nézed, hogyha valami szív egy lukon keresztül, akkor az mindenhonnan szív. Oldalról, tehát csak ilyen csőszerűen nem tud szívni. Tehát nem nem fog csinálni tornádót szerintem. Én pont azt akartam hogy kérdezni, igen, hogy a táblákozási metódusához legközelebb talán a tornádó jelenség állhat, hogy felszippantja a földről, vele együtt persze minden más is, de amikor arra meg láttunk példát a filmben, hogy hát ami meg nem jó, vagy nem ízlik neki, hát azt ő visszaköhögi, visszabüfizi. Minden esetre a tornádóból indulva elképzelhető, hogy azért felemelnek embereket, állatokat. Kakilnia is kell valahogy. Még arra szerencsére Csak nem lettünk példát. Nem aknázták ki a filmben rejlő lehetőségeket. De jó, hát akkor azt mondod, Géza, hogy, hogy ez nem, nem, fordulhat elő, hogy, hogy így felszippantsanak embereket, meg, meg lovakat. Nem, Géza azt mondja, hogy rossz arányjal. Hát Géza is tudja, hogy a tornádó is felkap embereket, meg lovakat. fel, fel tud kapni embereket, az oké, okay, csak a tornádó mindent megsemmisít, ahol, amerre megy. Igen, de tényleg egy kicsi kicsi sávban. És a tornádó nem egy, nem egy, nem, egy, olyan... Nem egy hatékony kajálási módszer. Igen, de ugye a, a tornádó is a közepében egy felfelé áramló levegő tömeg van, és ugye a, a, a viszintes spirális légmozgás az a külsején van. De most én nem tudom, hogy milyen erő kell egy tornádónak a létrehozásához, és hogyha most, most kiszámolnánk, hogy ahhoz mekkora test kell, és milyen szintű vákum kell fölül valaminek, hogy ez ki tudjon alakítani egy tornádót. Hát én nem, én ki tudok nézni egy ekkora állatból egy ilyet, de most nem akarok igazából elmenni tornádó technikai izébe. De azért, hogyha a kedves nézők visszamennek az archívumunk végére, a YouTube-on például ott a Parallaxis Labor playlistben találtok egy tornádó kísérletet, amiben igazából szóba kerül egymásról, hogy ezek a dolgok hogy is működnek. Az való igaz, hogy Rengeteg energia kell egy ilyenhez, és tök igaza van Gézának, hogy, hogy hát nem a legeffektívebb kajálási módszer, bár ilyenkor meg eszembe jut az, hogy néha pálcikát kérek a kínai étteremben, és megpróbálok vele, vele ristenni, és annál nem sokkal rosszabb szerintem a találati arány, De aztán néha mégis belevágok. De igen, rohadt sok energia kell lehez, arról nem is beszél, hogy nyilván az, ami fölszívja a cucc, ugye megbeszéltük, hogy ez talán olyan, mint egy ballon, tehát valami könnyebb gáz tartja fönt a levegőben, mert nem látunk rajta hajtóművet, meg ilyesmi. Tehát, hogy valószínűleg ez tényleg egy ballonként funkcionál, ez a pukipárna alakú levegő izé, és hát valójában ugye az van, hogy amikor megnyitja ott a a miért? Hát most akkor ez a szájszerve? Vagy lehet, hogy neki csak egy nyílása van? Te Kloakája a, Igen, van. tehát ez az univerzális kloáka, ami még a szája is. Akkor ez egy szájkloaka. Ős, ős, szájú állat. Nem tudom, de ez egy valami, igen, tehát egy ilyen nyílását. Megintja. A polipoknak van ilyen, nem? Aha, igen, talán. Bizony. Ne, nem tudom, rég voltam polip, de igen. Szóval, hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy ugye amikor megnyitja, akkor nyilván azért indul be, én így gondoltam, azért megy fel az áramlás, mert ha benne eleve kisebb a nyomás, hát azért van fönt. De akkor viszont, hogyha feláramlik bele a cucc, és nyomás történik, akkor lejjebb kéne ereszkedni. Akkor nehéz lesz. És akkor megint például valahogy ki kéne a csámcsogni. Most akkor lehet, hogy akkor onnantól kezdve megeszi a homokot, mint tudom én, a homokból addig-addig bontja, amíg termel magának hidrogént, hogy újabb felemel, újra felemelkedjen, meg minden, vagy nem tudom, érdekes lenne kitalálni egy ilyen állatnak a anyagcseréjét, hogy, ez, hogy működik. Amúgy, ami nem tudom, játszottatok a Fallout című játékkal, én ezt már többször mondtam ezt, na, ott vannak olyan lények, ugye ez egy ilyen posztapokaliptikus földet mutat be, ami ugye Fallout, ugye ez a, ez a nukleáris robbantás utáni ilyen hószerű -hó hamúeső, eső, eh, radioaktív hamúeső, eső, és ott vannak olyan lények egyébként, amik így lebegnek. Tehát ott, meg megalkották eh, ezt. De csak robbantgatnunk kell, és kifejlődnek ezek? Ki tudja. Godzilla is, meg mindenki ki tud. Döntsük el, vagy próbáljuk meg nyilván a lehetőségeink szerint, hogy melyik, melyik teóriát preferáljátok. Tehát van egy ilyen ugye, hogy ez egy földön élő vadállat, ugye a viselkedésében szemkontaktus, illetve annak kerülésében mutat jellegzetességeket hagyományos vadalatokhoz, de ugye van egy olyan elmélet is, miszerint uh, ugye földön kívüli eredetű lényről van szó. Ugye a filmnek az, az angol eredeti címa NOPE, amit egy betűszóként is fel lehet fogni, not of planet earth, az ugye nem a föld bolygóról való. Ti melyikre szavaztok? Inkább egy földi vadállat, vagy, vagy egy hagyományos értelemben vett ufó? Démon. Nem, nem, az a jelekben volt, Géza. <laughs> <laughs> Megkérdezik a filmbe, hogy a rossz csodára van-e szó, és arra jutnak, hogy nincs. Pedig most ezt a szót kereste Géza. De a filmbe megállapítják, hogy az angol nyelv erre nem fejlesztett ki egy megfelelő szót. Szerintem amúgy nem földön kívüli ez a lény. Tehát nem látok arra utaló dolgot, amiből következnie kéne, hogy ez földön kívüli. Tehát ez egy nagyon ritka állat, amit azért nem vett észre senki, mert egyrészt ugye eleve a sivatag közepén egy felhőben lakott, és, és hát ez egy ilyen élet, rejtőzködő életforma. De megzavarja az elektronikát. De, de nem volt ott elektronika évmilliókon keresztül. Tehát azért, hogyha megnézitek, az Egyesült Államok területének a 95 án rohadtul nem lakik senki. Hát igen. Tehát ott vannak ezek a marha nagy sivatagos területek, hogy ahogy így... Izé, mész végig a 66-oson chicago Los Angelesbe, és igazából néha látsz egy benzinkutat, és hát ugye úgy meg mi a fasz? Tehát, hogy itt, itt. Tehát, Tehát igazából az van, hogy, hogy ez a kriptozoológia esete, ami ilyennekkel foglalkozik, mint a Loch Nessi szörny, meg a mit tudom én, hogy, hogy, hogy ugye kihaltnak hitállatok, Végül is, hogyha baromi ritkán fordulnak elő, mert mondjuk az egész Földön ér belőle 3-4, és, és rejtőzködnek, akkor most mi van? Tehát tényleg fel. Tehát előfordul újfajok felfedezése, nyilván ez egyre kisebb lények esetében történik, meg hát ugye egyre vadabb élő helyeken, de azért ne tagadjuk el a lehetőséget, hogyha van egy olyan élőlény, amiből egy vagy kettő él az egész bolygón, és mondjuk több ezer évig él, és nem jön elő a barlangjából, akkor sem lehet, hogy ilyesmire nem találkoztunk még. Nem mondom, hogy ennek nagy a valószínűsége, de választani kell, hogy ez emiatt -e -e került ide, vagy mit tudom én, egy másik galaxisból jött ide, holott szerintem a mozgása meg az életvitele alapján ez ez egy légkörben élő valamit, tehát azt nehezen tudom elkezdeni, hogy ez így ebben a formában ide repült máshonnan. Tehát ha jött, akkor azt vagy hozták, vagy spóraként landolt itt, vagy mit tudom én. Nem látszik, hogy ez egy űrlény lenne. Vagy, vagy nektek igen? Hát nem tudom, nekem azért látszik, hogy űrlény lenne. Oké. Okay. Tehát... <laughs> Akkor egy-egy. De Norbi eldönti. Nem, nem, fogok, nem fog tudni döntést hozni, mert mind a, kettő, mind a, kettőre látok, látok példákat, vagy mind a kettőt meg lehet indokolni. Tehát azt, azt, is tök logikus, amit mondtál, Miki. De simán el tudom képzelni, hogy egy, nem, olyan szempontból nem egy intelligens földönkívüli, aki jött és mondjuk le akar igázni minket és el akar rabolni és kísérletezni akar rajtunk, hanem mondjuk egy ide tévedt valamilyen földönkívüli, de, de földi értelemben vett vadállat, tehát mondjuk ö, ö, olyan értelemben nem ö, nem tudatos élőlény, hogy például a saját maga ö, létezésére tudjon reflektálni, nem csak ide tévedt valahonnan, a mélyűrből, és megtetszett neki ez a kis környezet, meg ez a kis kaliforniai időjárás, meg felhő, és ő itt el volt, ki tudja mióta, és amikor igen oda költöztek a meg, meg a elektromos áram is közelébe került, akkor ez, ez elkezdte stimulálni, és hogyha már elektromos áram, akkor azt még, azt még igen, arra még így nem tértünk ki konkrétan, de ugye ez egy nagyon jellegzetes, könnyen lehetett a, a mozgását követni a filmben, hogy merre jár a lény, mert ugye egy bizonyos bizonyos sugarú körben ugye minden elektromos berendezés megadta magát, tehát hogy ő egy ilyen, nem tudom, két lában járó, levegő, elektromágneses, impulzus, nem tudom, kisülés gerjeszt. Ilyen előfordulhat. Itt most lehet, hogy hülyességet mondok, de amik első körben ilyen elektromos angolnák esetén valami hasonló, és abból esetleg ilyen Ilyen dolog előfordulhat? Ez vannak elektromos lények. Csak megint az energiasűrűség, tehát hogy ennyi energiát hát tárolni Hát ezt, ezt valami elő kell állítani, tárolni kell, meg a másik, hogy oké, tegyük fel, hogy van ilyen, és még az akkumulátoros dolgokat is, tehát hogy az akkumulátoros dolog sem működik, amikor fölé megy, ugye, meg a telefonok is. Tehát a telefonoknak a jelét megzavarja, rendben van a hálózatba csinálhat mondjuk túlfeszültséget, zavarhatja. Csak nekem az a problémám, hogy mondjuk ott, ott van az a motor, és akkor a motoros aláér, és akkor egyből elesik a motorral. Tehát befékeződik a motor. Na no, hát az félkép hülyeség. Igen. Tehát ez, ez, egy, ez egy elég nagy hülyeség, mert és akkor utána meg a csaj fölülre is megy tovább. Tehát én, én azt gondolom, hogy igen, mondjuk adhat egy olyan jelet, hogy akkor viszont széték az akkumulátor, és összeolvadnak a cellek, de arra te nem ülsz föl többet. Tehát, hogyha, hogyha, egy akkumulátoros dolog szétmegy, akkor azt az nem fogod újra használni. Jó. Viszont eszembe jut, hogyha ennek tényleg ekkora elektromágneses tere van ennek valaminek, ami kb. teljesen nonsense, akkor viszont lehet, hogy ez nem is független azzal, hogy ő hogyan repül. Tehát lehet, hogy ő igazából nem is tévúton jártunk, és ő baromira nem ballonként repül, mint ahogy ezt eddig sugaltuk hanem valójában valami, mit tudom én. És ezért kell neki máshogy. a homok, mert a statikus elektromosságból csiholja igen, magának a Ez az, így e, ezt csinálja, statikus elektromosságot fejleszt ki, mint a villámok. Így is. van, és ezzel löki el magát, igazából. Tehát egy, igen, tulajdonképpen feltölti maga alatt a Földet, saját statikus elektromosságot fejleszt, ami föltaszítja föl őt baromi magasta. Na, egyszerűen nem rájöttünk. Megfejtettük. Így működik ez a lény, csókolom. Semmi, és egyébként ez még azt is magyarázza, hogy miért tudja csóvallakokban fröcskölni esetleg a homokot, hogy miért nem feltétlenül olyan, mint a tornádó, mert hát igazából ugye arról van szó, hogy ott statikus elektromossággal van feltöltve, és akkor ilyen módon szívja akár olyan helyekről is magához, ami ugye áramlástanilag úgy tűnik, hogy paradox. Megfejtettük. De és akkor a sikolyok, azok honnan jönnek? Azok az éppen a éppen megvetten Áldozata, És miért Igen, erősödik szerintem fel Szerintem konkrétan azok kiabálnak, mielőtt meglettek. Igen, emésztve, tehát nem, nem? azonnal uh, halnak meg, hanem ott bekerülnek ebbe a csúszós-ragadós, nem is tudom milyen, de nagyon-nagyon félelmetes. Igen, tehát, hogy még a hangokat, még ilyen távolból lehet hallani a sikolyokat. Uh, az egyik legnyomasztóbb, része volt a filmnek, számomra ez az a, a sikolyok. Én azon pedig hangosan felröhögtem, amikor ne. megláttuk a bendőjét. Tényleg, hát az, az a bendője, ez nagyon vicces volt. Tehát. Az, az, az elég low budget Tehát ez a, ez a tipikus Jó. ilyen báloknál a, a plafon szokott ilyennel így kitapasztva lenni, tudod, hogy lógnak a konfettik, és akkor fölötte ilyen lepelből van a a báltermeknek a teteje. Nekem az... az Te milyen tisztel... bulikba jársz? Tényleg? Igen? Hogy így... <laughs> Régen a iskolai oh. volt ilyen. <laughs> Jó, <rács. okay. gül> nem veszitek komolyan a filmet, nem lesz Á, több jaj, podcast. Jaj. <laughs> Jó, figyelj, majd, oké, okay, majd legközelebb, hogyha a műsorra tűzzük a mit tudom én, a Schindler hogy valamit, akkor majd komolyan veszünk. De könyörgöm, ez a nope ez, a, Tehát most ezt a filmet... Ezt nem lehet komolyan menni, ezt a filmet szerintem. És akkor bejön az a, az, az a figura, az, abba a lepelbe, aki mint, mint hogyha annak valami betegsége lenne, mert szedi a gyógyszert, és akkor az utolsó utolsó shootnál ő majd fölveszi ezt a szörnyet. Na, azt az embert meg konkrétan nem értettem, hogy ennek mi volt a filmből a szerepe. Tehát nem, nem is lett meg a felvétel, amit csinált. Tehát konkrétan oda mert tekergette a filmet, majd felszívta őt ez az élőlény, és meghalt ennyi. Ez valószínűleg utalás volt valakire, a forgatókönyvűrő valamelyik haverjára, vagy tisztel, tisztelgés a nem tudom, tisztelgés a nem tudom ki előtt, a Robert Kappa, vagy a nem tudom mi. Ilyen valamelyik ilyen... Izé. Még, még, ezt is össze tudom nektek kapcsolni a, a, a megtámadós mai Ugye ez a, ez a filmrendező csávó a filmben ugye a lehetetlen képet szeretné felvenni, ugye? Ez a nagy célja. És erre még a saját életét is hajlandó feláldozni. És ugye ott is sikerül egy ilyen, egy ilyen, lehetetlen dolog, amikor amit említette is Géza, hogy majomtámadásos jelenetben az a cipellő, az a hegyén megáll. Az ilyen lehetetlen kategória, de lehetséges, hogy pont úgy már, mert csak csak nagyon-nagyon-nagyon ritka, és nagyon-nagyon kicsire az esély. Ez is ilyen lehetetlen kép, hogy pont úgy megálljon, és a csávó is egy ilyen lehetetlen, a lehetetlen felvétel szerette volna ezzel elérni. Vagy túl erőltetett a párhuzam? Hát mivel, mivel, még bele van ez az egész pont, hogy tulajdonképpen ez a két testvér, ugye a, a, a zsokének a ők pedig annyira kétségbe esetten pénzhez akarnak jutni, hogy ők azért akarják lefilmezni ezt a valamit, hogy, hogy ezt majd eladják, és majd ez mekkora hit lesz. Igen, látták volna bezzeg a múltkori, vagy hallgatták volna a múltkori Paralaxis podcastot, hogy hogy kell megcsinálnia. a... Ez fejlesztettem ki, hogy podcastot. <laughs> Mert hogy ugye van, aki azt mondja, podcast, podcastert, én azt mondanám magamtól, hogy podcastot, de most akkor megpróbálok valahogy középre, középre belőni a nyelvvállásomat. Szóval, aki látta a legutóbbi podcastöt, ahogy hallotta, akkor ugye ott tudhatja, hogy azért a brit, brit tudósok ezt megoldották a konyhában felvett ufoboncolással, hogy bekerüljenek az oprába. Ezért kár volt ennyit, emberéleteket feláldozni, meg minden. A legfélelmetesebb rész szerintem az volt, amikor lekapcsolja a villanyt a srác a lovardába, majd újra felkapcsolódik, és akkor ott meglátja az ufót. Na, akkor tényleg beszartam. És akkor, és akkor ott van egy ufó. És akkor én már full elhittem, hogy az UFO, és akkor kiderül, hogy azok meg ennek az ének, az, a gyerekei. Majd az ilyen legleg leg, -leg jeleneteket a végén kitárgyaljuk, úgyhogy még ne lőd el a puskaport, Géza. De a podcastünk majdnem a végéhez ért. Ám a Patreon előfizetőink számára még további fél órán keresztül elemezzük a nem című filmet, és további érdekességet tudhatok meg róla. Ha kíváncsiak vagytok a beszélgetés végére, illetve a premier előtt szeretnétek hallgatni a tartalmainkat, kérlek fizessetek elő a patreon.com per paralaxis oldalon keresztül. Legközelebbi adásban visszatérünk a hagyományosabb skiffi világába, és megnézzük, milyen lesz a jövőnk, ha már elérhető közelségbe kerülnek a különböző test- és érzékszerveket feljavító implantátumok, illetve milyen hátulüté lehetnek az ember számítógép kapcsolatnak. Az Upgrade, javított verzió című 2017-es film került terítékre. Új parallaxistát legközelebb április 27-én érkezik, hasonló felállásban várunk titeket. Pécsi Géza, Vince Miklós és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egy biztos, mi a következő Tudományos Fantasztikus Podcast is itt leszünk. Reméljük, hogy ti is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.